Na szervusztok, Motorrevű mindenféle olvasói, követői, rajongói és utálói, mindenkinek szólunk. Nézzétek megint, mit szereztünk. A Honda egyik 2024-es újdonsága, NX 500. Hát azért volt ez az idézőjel a levegőbe, mert akár azt is mondhatnánk, hogy CB500X, és nem nagyon érthető, hogy mi a ördögé kell itt variálni a nevekkel, állandóan összezavarni a népeket azzal, hogy gyökeresen megváltoztatják a nevét. Elképzelhető, hogy ez az NX-el a Dominator név visszatérését készítik elő a Hondánál több lépésben. Amit tudni kell róla, gyakorlatilag a jellege a CB500X-hez képest semmit, szinte az égvilágon semmit nem változott. A kamera túloldalán álló Hajnal Jani kollégám a múltkor a Voggal kapcsolatban kritikai észrevételeket tett, hogy túl sok az él, meg talán egy kicsit ott túltolták a dizájnt. Hát, hogyha lehet azt mondani, hogy van olyan motor, ami a maga egyszerűségében szép, akkor szerintem a CB500X meg az NX 500 mind a kettő szép. Nagyon egyszerű, letisztult formák, itt egy kicsit azért direktebb az utalás már a Transalpra, mint a CB500X-nél volt. Tehát valamennyit alakítottak az idomokon, alakítottak a kijelzőn. Egy 5-szoros TFT színes kijelző, ami alakítható, hogy éppen mi legyen a fő motivum, vagy a kör alakú kilométeróra, fordulatszámérő, vagy micsoda. Egy-két dolgot megszabhatsz, hogy mit mutasson. Egyszerű kezelni, egy darab gomb van hozzá, aminek van azt hiszem talán 1, 2, 3, 4 állása, meg is lehet nyomni. Nem mondanám, hogy intuitív, de ezt szoktuk mondani, hogy nehéz megtanulni. De az a helyzet, hogy ezt úgy kell nézni, ha az embernek a saját motorja van a feneke alatt, és nem pedig egy tesztmotor, hogy minden héten más motoron ülsz, akkor egyszerűen megszokod, megtanulod, és a kis ujjadban lesz a kezelése. Tehát annak, hogyha éppen bogarászni kell az elején a menüvel, mert nem annyira intuitív, hogy reggel fölébredsz, ráülsz egy vadidegen motor, és rögtön átlátsz rajta mindent, az éppen még nem jelent problémát. Itt azért elég egyszerűek a dolgok, olyat be lehet rajta állítani például, hogy hol jelezzen, hogy már váltsál föl, és gyakorlatilag ennyi, tehát elég egyszerű a menürendszer, és igazából nem is kínál többet. Menetmódok ugye ez a 47 lóerőhöz nem kellenek, nincs agyonbonyolítva, csak azért nincsen választható menetmód, hogy mint néhány mondjuk szintén keleti motornál, csak nem annyira keletinél, ahol van mondjuk a 250-eshez is már szinte választható menürendszer, nincs rá szükség. Magyarul ne vegyünk olyat, ami nem kell, ne legyen annyival drágább. Magyarul megint csak ott köthetünk ki, hogy egy letisztult, egyszerű, felhasználó barát, mérhetetlenül barátságos, kezelhető motor, és meglehetősen sok célú. Ennyi. Honda. Alapvető túrendúros jegyek, 19-os első kerék, 17-es hátsó, 830 mm-es ülésmagasság, ami azt jelenti, hogy én kifejezetten 178 körül vagyok, kifejezetten kényelmesen leérek róla, úgy, hogy igazából azért nem keskenyedik ilyen nagyon el az üléstank átmenet. Kényelmes, tehát mentem vele egy 200 kilométert egy fenéke, és semmiféle gond nem volt vele, igazából nagyon nem kívánkoztam le róla, ha csak azért nem, mert most elég hideg napokat éltünk az utóbbi időben. 180 mm-es szabad magassággal rendelkezik a motor, tehát hasmagassággal. Leülsz, akkor egy kicsit összébbül, szerintem így most több, ha összeül, akkor lehet mondjuk egy ilyen 80 kg alatt meg ez a 180 mm, ami nem különösebben sok, pláne úgy nem, hogy az alul elvezetett kipufogó így nem kapott védelmet, gyárilag nincs rajta kartervédő, ha már túrenduro szerűről beszélünk, akkor az kellene rá. Egy kicsit ilyen ambivalens a dolog amúgy, azért ez egy olyan túrenduro, amivel egy ilyen ösvényen, meg szőlőskertek között, meg itt, meg ott, meg amott el lehet közlekedni, de azért a keményebb igénybevételt a felépítése azért nem annyira tolerálná, tehát elég hamar oda fogják majd vágni a keményen terepezők egy-egy kőhöz, ugratónál, tuskóhoz, nem tudom mihez a kipufogót, tehát az minimum egy kartervédőt majd azért igényel, kézvédőt azért majd kellene rátenni, mert egyébként egyrészt mondjuk a szelet is fogja, meg mondjuk az ilyen ágas-bogas helyeken azért jó, hogyha nem az ember kezét püföli szét a környezet. Ugyanakkor van benne kikapcsolható traction control, ami meg azt mondja, hogy ja, hogyha ezzel telepeznek és feljárókon küzd el az ember, akkor az milyen jó, hogyha ki lehet kapcsolni. Szóval fura, azért mondom, hogy kicsit ilyen ambivalens, hogy van olyan feature rajta, ami igazán a terep használathoz való, miközben az egész motor azért nem annyira arra. A legjobb felhasználási terület ez, amit most a múlt hétvégén csináltunk vele,
egy autópályamenet, rohanás le, mit tudom én, a Balatonra, az nagyon jó volt. Egész jó szélvédelemben, kényelemben lehet menni vele egy 130-as utazót, nem fagysz le róla különösebben, 151 néhány körül van a vége, és 140-ről még a CB500X-el ellentétben szerintem ez egy kicsit jobban megindul, mint az, ahogy az emlékeimben él az elődje. Az elődje az már ilyen 130 fölött az elég, úgy emlékszem, hogy komótosan ért el aztán a végsebességet. Ez a sor 2-es motorkonfiguráció, ez nagyon jó, ugye, mert mindig azt szokták rá mondani, hogy el lehet forgatni, viszonylag könnyedén pörög föl, és alul meg relatíve nyomatékosak. Ez a 43 Nm, ez nem tűnik különösebben soknak, de tök jó a hangolás az egésznek, meg lehet vele azt csinálni, meg lehet, tehát nem kell, de tud olyat, hogy hatodikba, majdnem 2000-es fordulatszámon, ugye 40-50 körül elporoszkálsz vele. De mondjuk vegyük azt, hogy hatodikba mész, mondjuk 2500 fölött egy kicsivel, 60-nal, azzal már nem kínzod a motort, és onnantól kezdve majd egy robogó úgy működik, hogy húzod neki a gázt és kész. Tehát egy jó szélvédelemmel, egy kényelemre hangolt futóművel kényelmesen megtesz az ember egyfenékkel 200 kilométert, utána lemegy, mit tudom én, egy kicsit ott a kisebb utakon tekeregni, és nekem ugye a legvége ennek az útnak egy ilyen szőlős kerteken átvezető, ilyen rumplis, kőzúzalékos, vízmosott úton, ott meg teljesen jó elboldogul a futómű is. Ami még érdekes, hogy az áva vezetést azért nagyon nem ehhez találták ki, egy picit, így most annyira azért nem látszik, pár centivel az én magasságomhoz, egy pár centivel magasabb kormány kellene, vagy nagyobb kormány kiemelő, holott így is épp eléggé ki van emelve. Az áva vezetéshez majd nem tudom, hogy ezen lehet-e még, vagy érdemes-e még emelni, úgy lenne igazán komfortosabb, viszont tudni kell róla, hogy nem nagyon fogják ezt azért áva vezetni, mert nem fog ez a motor olyan helyekre kerülni, ahol ne lehetne ülve elboldogulni vele. Na az a lényeg, hogy egy nagyon harmonikus 48 lóerőről beszélünk, 8600-on, 43 Nm-ről, valami 4002-n vagy hol, azt nem emlékszem pontosan, egy 196 kg-os saját tömeg, ami mit tudom én most, hogy mennyi folyadékot jelent, mennyire föltankolva, mennyire nem. Az a lényeg, hogy nem érződik 196 kilónak, könnyűnek tűnik az egész motor. Tehát az ember ráül, így olyan érzése van, hogy ezzel bárki elboldogulna. Ergonómia szerintem nagyon jó a hosszú távú túrázáshoz. Lehet rajta fészkelődni, van hely előre-hátra menni az ülésbe. Ülés formája, párnázása megint csak támogatja a hosszú távú igénybevételt. Egyetlen egy negatív észrevétel, hogy ha már nagyon kötözködni kellene, mert hogy néz ki egy ismertető, hogyha nincsen negatívum benne, az, hogy akkor én nem kedvelem annyira az ilyen ennyire könnyen járó kuplungot, de ugyanakkor városban meg egy áldás, hogyha arra szolgatni kell vele, akkor egy csúsztatgatni, egyes, kettes, nem tudom, akkor azért ez marha jó, hogy ilyen könnyű. Én jobban szeretem egy picit a határozottabb kuplungot, de a nyomás pontjában nem tudom mivel, tehát hogy zár meg, nem tudom ezt tökéletesen jól érezni, könnyű vele indulni. Illetve ott az első féknek a karja, az még kézmérethez állítható, az egy jó dolog. Dupla tárcsa van rajta, 41 mm-es upside down sovatelóval, a funkcióit nem lehet állítani, de nem is kell, mert lágy ugyan, de jó a hangolása, arra a célra, mire ez való. A dupla tárcsa kifejezetten jól adagolható, megfelelő erővel lassít, a hátulját érezni tompának, tehát azt az ember nem igazán érzi, hogy hol teszed rá a betétet a tárcsára, és az adagolhatósága sem annyira finom, de igazából a kettő együtt meg teljesen rendben van. Nagyjából ennyi, a részletesebb tesztjét azt majd olvassátok el a revűbe, a 2024/6-os számban ott még alaposabban kivesézzük, de még egyszer mondom, nagyon nagy különbség nincsen a CB500X-hez képest. Egy harmonikus, kedves, nagyon-nagyon jó indulatú motor, olyanoknak nagyon jó lehet, akik most ismerkednek ezzel a műfajjal, de annak is jó, aki már leszámolt az ilyen ready to race, meg ilyen adrenalin fröccsös, meg ilyen mácsoskodó, nem tudom. Tehát a nyugodt természetű motorosoknak egy tökéletes választás. Ennyi.